Történelmi pillanatot élhettünk át, ugyanis a magyar e-sport válogatott első ízben mutatkozott be. Erre eddig ilyen szövetségi formában még nem volt lehetőség. Mi ez a hat játék? Akció csapatjátékok tekintetében a Counter-Strike, a PUBG csapatjátékként még ehhez kapcsolódik a Dota 2, valamint a mobilos játék a Brawl Stars, és két egyéni játékunk is van a palettán, ez pedig a PES e-futball, illetve a Tekken 7, ami egy küzdősport. Itt rögtön közbeszólok, hiszen azért ezt le kell fordítani a hallgatók nyelvére is, hogy itt akkor csapatjátékokról van szó, és egyéni játékokról, de mindig úgy kell elképzelnünk, hogy a számítógép, a monitor előtt ülnek a versenyzők. Igen, maguk a játékosok a csapatjátékok esetében is a megfelelő számítógépes vagy informatikai eszköz előtt ülnek. Háromféle platformon, ha így nézzük, számítógép, játékkonzol, illetve a mobilos platform, és ezek közül mindegyiken rendeznek egyébként versenyeket, de maguk a játékok csak egy-egy platformhoz kapcsolódnak. Úgy kell elképzelni, hogy a játékosok ott ülnek a gép előtt és játszanak. Melyik az a két fontos verseny, ahol majd elindulnak a világbajnokság mellett? Van a Nemzetközi Esport Szövetség világbajnoksága, amit Eliat városában, Izraelben rendeznek majd idén, illetve van a World Esports League, ami Koreában lesz megrendezve, és az Európai Nations Cup, ami az Európa bajnokságnak felel meg, az pedig már lezajlott, ez Ukrajnában volt, és itt elektronikus futballban indultunk. Mi a legfőbb célja ennek az e-sport mozgalomnak? Mit szeretnének elérni? Mert ugye azért itt fizikai terhelésről, pulzusszám növekedésről nem feltétlenül lehet beszélni szemben a többi sport tevékenységgel. Rosszul gondolja egyébként, mert meg lehet növelni elég a pulzus számot is egy e-sport mérkőzésen. Elég csak egy Counter-Strike Clutch szituációra gondolni, amikor egy maga marad az ember négy ellenféllel szemben. Nagyon meg tud ugrani a pulzus szám. Na de visszatérve és komolyra fordítva a szót. Maga az e-sport mozgalom célja elsősorban az a fajta társadalmi ismertség, elismertség, ami a versenyszerű videójátékosoknak azért már világszinten és regionálisan több helyen megtörtént, vagy ilyen szempontból ismertséget kap. Ami nagy különbség a sportvilága meg az e-sport világa között, az e-sportban van egy olyan jogtulajdonos, aki teljesen megfordíthatja vagy felfordíthatja a szabályokat, ezek a játékok készítő játékok kiadói. Úgyhogy ilyen szempontból egy más jellegű ökoszisztémát kell elképzelni. Az e-sport miben segít az embereknek? Miben lehet egy kicsit fejlődni, vagy nagyon? Kiterjesztjük kicsit a videójátékokra is. Azok a digitális kompetenciák, amik jól láthatóan az elmúlt időszakban sajnálatosan a pandémiás helyzetnek felértékelődtek, ezekben szerintem egy fontos jártasságot tud kapni az, aki egyébként e-sportol, illetve nyilván az a közösségi élmény, illetve csapatélmény, amit egyébként a csapatjátékok hordoznak, ezek azt gondolom, hogy akár későbbi karrier célokhoz is igazíthatók, és itt nem csak az e-sportban vagy a videójátékban elhelyezkedésről beszélek, hanem csapatmunkáról, vagy azok a fajta problémamegoldó készségekről, amiket egyébként maga a játék szituáció hoznak, azok bizony ilyen szempontból edzik a játékosokat.